Jó reggelt kívánok, sziasztok! Régen találkoztunk már egy hete, ugye nem voltam itt köztetek, illetve a másik héten meg kim voltam Zanzibárba, de már itt is vagyok, és közben két hét alatt rengeteg kérdéssel bombáztatok, egy ilyen nagy-nagy halommal. Aztán úgy gondoltam, hogy a házatépítő titkok sorozatba fogok betenni egy külön blog sorozatot, a kérdezfeleleket, és akkor ide ha bejöttök, feliratkoztok a csatornámra, akkor a Youtube-on meg fogjátok tudni nézni a régebbi adásokat is, meg a következőeket is. Úgyhogy remélem, hogy van a hangom, hogyha igen, akkor egy igent, vagy egy valamit írjatok már. Remélem, hogy headset nélkül is most jó leszek. Jelezzetek vissza a léci, és akkor folytatom. Szóval kérdez felenek. rögtön az első kérdés az, hogy mit csináljak, hogyha most akarom elkezdeni a network marketinget, mit csináljak pontosan. Na most teljesen mindegy, melyik céget választott, hogy annak jó a marketing tervje, jó a termékei, nem pontosan a minket reklámozom most. A lényeg az, hogy stimmeljenek a dolgok, tehát néz utána, hogy köszi Erika, nézz utána, hogy mihez adod majd a nevedet, és hát rögtön válasz magadnak egy szponzort, egy jó mentort. Tehát az a mentor, aki behoz az üzletbe, beregisztrál az üzletbe, illetve végigvisz a folyamaton, hát azért mondom, hogy válasz, mert <laughs> Mert hogyha nem választasz, akkor akkor nem tudod úgy elkezdeni. Tehát, hogy akárkit az én ne válasz, aki általad szimpatikus, mert vele fogsz dolgozni. Nem lesz a főnököd, és te se leszel a beosztottja, viszont ő lesz a te mentorod, a tanítód, a, 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 a testvéred szinte, és hát ugye a jó szponzorok azok végigviszik a rendszeren a munkatársakat, vagy a, hát, mondom, élettársakat. Szóval válassz egy jó szponzort, ha mind a kettő megvan, szponzor is cég is, akkor jön rögtön egy következő úgymond akadály, hogy azt hát, hogy el kell kezdeni. Na most általában a jobb cégeknél vannak ilyen kóstoló dolgok, hogy ingyenes regisztráció, és akkor lehet tölteni az adott céggel egy pár napot. Vannak konferenciák, szemináriumok, amikor meg lehet nézni, hogy tulajdonképpen mi ez pontosan. Én ajánlom, hogy a szponzorodnak beszélje erről, ha szeretné részt venni egy ilyen konferencián. Én ajánlom, hogy ha bárki bennünket választ vagy, választ, vagy valamilyen szponzort közülünk, mi mindig azt csináljuk, hogy figyeljünk, oké. Okay. Most hirtelen volt egy döntésed, de gyere végig velünk egy-egy vagy két hét alatt, megmutatjuk az alap dolgokat, a részleteket, és hogyha azt mondod, hogy belevágsz, akkor viszont beviszünk be, a belső körbe, ahol egy nagyobb képet fogsz kapni. De ez már pénzbe kerül. És hát tudom, hogy ez egy olyan gát, hogy hát itt nem volt arról szó, hogy még én, én fizessek azért, hogy majd lesz valamikor fizetésem, Hát elmondom nektek, hogy ez egy olyan, mint egy. mint egy bármilyen másik vállalkozás, először adni kell. Bármennyire furcsa. Tehát ez nem az a kategória, hogy fogod magad, bemész egy gyárba, aztán ott úgy mondják, hogy a szallag mellett mit csinálj, és hogyha jól csinálod a szallag mentén a dolgokat, akkor majd egy hónap múlva, egy hónap múlva kapsz. Fizetést, illetve valamit, ami, amit vagy a készhez kapsz, meglátod, hogy jó lesz-e neked, vagy nem. Na most itt teljesen másképp van. Először kell adnod. Ö, ezt úgy tudjátok elképzelni, hogy ha mondjuk a zöldség termesztésben vagytok otthon, először ültetni kell, nem? Az pénzbe kerül. Meg kell venni a magokat, szerszámokat. De ugyanígy van minden más vállalkozásnál is még a festőknél is először venni kell festéket. Meg venni kell ecsetet, meg enni kell mindenféle szerszámot, hogy egyetlen tudjon az ember dolgozni. Tehát ma magyarul az első körben már kiderül, hogy te most erre alkalmas vagy, -e, vagy nem. És ne félj attól a befektetéstől, ez ilyen időzőjelben lévő befektetés, amit az első alkalommal kell csinálnod, mert ez, ha jó a network marketing, akkor ez nagyon gyorsan vissza is jön. Hangsúlyozom, nem az a befektetés, amit így kidobsz az ablakon. A legrosszabb, hogyha például a és üzletbe csatlakozol, hogy megeszed az adott dolgokat, egészségesebb leszel, jobban érzed magad, tehát veszíteni valód nincs. De ha jó a mentorod, jó a termék, jó a marketing terv, és jó vagy te is, hogy tényleg akarod, akkor az az összeg az Pontosan szépen vissza fog jönni, és ha jól csináltak a dolgokat, még abban a hónapban visszajön. Vagy akár másnap vissza tud jönni, ha még jobban csináltak a dolgokat. Tehát például nálunk, a mi rendszerünkben ezen dolgozunk folyamatosan, hogy a beidézőbe befektetett összeg minél hamarabb visszajöjjön. És én ezt szeretem ebbe az egész szakmába, hogy a tanulási idő alatt már Realizálni lehet anyagi dolgokat. És azért vannak 90 napos blokkok, 90 napos blokkokra bontjuk szét általában mi, és most már látom elég sok rendszer <coughs> magát a tanulási folyamatot, mert <coughs> 90 nap alatt szépen megtanulja az ember az alapokat, amire jöhet egy következő 90 nap, és utána meg arra a 90, és arra a 90 nap, és mire az év vége megtörténik, Akkorára ott van az ember kezébe egy szakma. Én garantálom nektek, hogyha legalább egy évet el eltölt az ember komolyan a mi rendszerünkbe például, akkor ott van kezébe az alapok, amire állítólag, és ezt már bizonyságon van róla, lehet építeni. Még az élet más dolgain is segíthet, ugyanis az egész egy, egy saját magunkon való dolgozás. Tehát ez az egész annak való, aki szeretne saját magán dolgozni, és hogy a kérdésre is válaszoljon. Tehát amikor valaki el akarja ezt kezdeni, akkor ugye választ egy céget, választ egy jó mentort, választ egy olyan mentort, aki ráteszi a rendszerre, ráépülsz a rendszerre, rögtön csinálsz egy csomagvásárlást, mondjuk bármilyen csomagot, amit az üzletet kínál lehetőség szerint minél nagyobbat, hogy minél nagyobb jövedelemhez rögtön, azonnal, vagy nagyon gyorsan hozzá tudja jutni, és innentől kezdve beleteszed magad. Elkezdesz tanulni, és a tanultakat átfordítani rögtön gyakorlatba. Ez a jó kezdés. A következő részekben meg fogom mutatni majd a tovább lépéseket, meg stb. Rengeteg kérdést kaptam az elmúlt két hétben, úgyhogy ezeket meg fogom válaszolni. Egy új platformon is fogom ezeket a videókat csinálni, tehát 10 percnél tovább nem lesz egy videó, mert mennek föl különböző más csatornákra, és a TikTokra is például, úgyhogy kövessetek ott is, kövessetek itt a Facebookon is, Youtube-on is, és próbálok nektek segíteni, hogy egyre gyorsabban tudjatok fejlődni. Úgyhogy lett van ez a mai reggeli mini bejelentkezés, az erő legyen veletek. Ma még lesz tréningünk, 10 óra 15-kor gyertek hozzánk egy ilyen hétkezdésre, és remélhetőleg este is lesz, kérdez, felelek, úgyhogy figyeljétek a mai naptárat, ezt főleg a mélyeinknek mondom, érdekes napunk lesz ma is. Sziasztok!